Üdvözlök mindenkit, Lakatos Péter vagyok, ez a Mitohacker Podcast, és a vendégem dr. Somlyai Gábor. Gábor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Örömmel teszem. És hát, hogyha te vagy a vendég, akkor nem kerülhetjük meg, hogy a deutériumról beszéljünk. Hát az, azt gondolom, teljesen világos. Na de az átlag ember szintjén, hogyha azt hallja, hogy deutérium, akkor mire kéne gondolnia? Mert ez olyan megfoghatatlannak, nem is látjuk, nincsen szaga, színe, stb. Miért okoz ez problémát, és mi ez? Hát az átlagember, ha a deutériumot hall, akkor általában mondjuk egy nehéz ízre tud gondolni. Mert ez azért úgy benne van a köztudatban. Tehát régen ugye az atomreaktorok is nehéz ízzel működtek, ez kellett az atombombához, a hidrogénbombához. Tehát így van az embereknek fogalma arról, hogy deutérium. Akkor, amikor én elkezdtem vizsgálni, akkor nyilván nem ez volt a kapocs, hanem az volt a kapocs, hogy köztudott, hogy a deutérium másként viselkedik, mint a hidrogén, tehát valójában a deutérium is egy hidrogén, egy nehéz változat. Az volt a kapocs, hogy ha megnézzük a deutérium koncentrációt a vérünkben, az a kálcium normál értékének a hatszorosa, a magnézium normál értékének a tízszerese, és hogy lehet az, hogy nem kérdezte meg senki se 60 éven keresztül, hogy vajon az élet számára szükség van erre a deutériumra, és egyáltalán van-e bármilyen szerepe az élettani folyamatokban a deutériumnak. Tehát 60 éven keresztül az úrjai felfedezte a 30-as években, mindenki a nehéz ízet alkalmazta, ott nézték, mi történik a növényekkel, hogyha nehéz ízzel locsolják őket, és a növények nem nőnek meg, vagy hogyha állatoknak adták, akkor konkrétan kutyát el lehet pusztítani egy 35%-os töménységű nehéz vízzel. De megrekedtek azon a szinten, hogy az a természetben jelenlévő, ami valójában csak minden 6600. hidrogén-deutérium, és akkor azt gondolom, hogy ebbe is maradtak, hogy nehogy már annak bármi szerepe legyen, csak minden 6600. hidrogén, nehéz hidrogén, és nem tették meg ezt a lépést, hogy lehet, hogy nagyon kis arányban van jelen, lehet, hogy nagyon alacsony a koncentrációja, de mégis nagyon releváns koncentráció van jelen, mert tudjuk, hogy a kálcium értékét, a magnézium, a kálium, a nátrium értékét borzasztó szigorúan szabályozza a szervezet, és a deutérium ebben a koncentráció tartományban van, tehát hogy hagyhatnánk figyelmen kívül. Tehát ez volt az a kérdés, amit én föltettem. És ugye azzal nem lehet védekezni, hogy minden 6600 molekula, vagy molekula, ugye arról beszélünk? Hát, vagy azt mondjuk, hogy 6600 vízmolekulából egy a nehéz vízmolekula, vagy azt mondjuk, hogy 6600 hidrogén atomból egy deutérium atom. Szóval az a védekezni, ugye azt hiszem, hogy Paracelsus mondta azt, ugye, hogy a dózis határozza meg a mérget, tehát hogy gyakorlatilag itt csak a dózis a kérdés, nem innentől kezdve, mert az nem kérdés, hogy negatív hatása tud lenni annak, ugye ppm-ben számoljátok, ugye ezt, tehát hogyha ez egy magas ppm számot ér el, akkor ez úgy tűnik, hogy a biológiai szervezet, tehát a szervezetünkre ez negatív hatással van. Mi ez a negatív hatás, és mi hozza létre? Tehát az alap a lényege az egésznek az, hogy miután a tömege a duplája a deutériumnak és a hidrogénnek, ezért valamennyi kötés másként viselkedik, mint a hidrogén kötés. Ez azt jelenti, hogy a deutérium kötésben a deutérium egy alacsonyabb energia gödörben van, és onnan kimozdítani az több energiát igényel, és ezért ezek a kémiai reakciók a deutériummal lassabban mennek végbe. Uh-huh. Tehát ilyen 8-10-szeres eltérés van, hogy egy reakció lezajlódjon abban az esetben, hogyha hidrogén van a rendszerben, vagy hidrogén kötésnek kell felszakadni, összehasonlítva ezt egy deutérium kötéssel. És hogyha csak a közért... Én nem értem ennyire. Igen. Belekérdezek. Ez azt jelenti, hogy bizonyos kémiai reakciókat lassít? Igen, konkrétan erről van szó. Tízszer lassabban mehet végbe egy olyan kémiai reakció, ahol a deutérium reagál a hidrogén helyett. És hogyha figyelembe veszük, hogy egyetlen egy sejtben van 2000 biokémiai folyamat, és a biokémiai reakcióknak a döntő részében a hidrogén szinte mindenhol ott van, mert alapvetően stabilizálja a fehérjék szerkezetét, rengeteg olyan kötés van, amikor a hidrogénnek a víz van a reakcióba. Tehát ez egy nagyon meghatározó, hogy most egyes vagy egy tized annyi sebességgel megy végbe egy folyamat. Tehát ugye azt szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni az egész biokémiai rendszerünket,
mint egy olyan nagyvárosnak a közlekedését, ahol a lámpák nagyon jól be vannak állítva, jön a zöld, jön a piros, átmennek, és minden rendben megy. Ha egyetlen egy lámpánál, egy nagyon picit, de megváltoztatom a zöld jelzés hosszát, rövidítem mondjuk, akkor lehet, hogy oké, megy a forgalom, de egyszer csak egy autóval már kevesebb megy át, akkor szépen lassan elkezdenek torlódni mögötte, utána már kihat a következő lámpára is ez az egész folyamat, és utána ez befolyásolja az egész városnak a rendszerét. Tehát látjuk, egy autó lerobban egy sávban, az az egy szűkítés utána nagyon kihat a fél Budapestnek a közlekedésére. És valójában ezt elő tudja idézni, és ezt előidézheti az, hogyha a deutérium mennyisége megnő, vagy hogyha adott folyamatban a deutérium miatt nem megy úgy az egész rendszer, és az ott blokkolt. És nyilván beszélhetünk arról is, hogy egyfajta mechanikai problémát is okoz, ugye? Jól értem. Tehát gyakorlatilag a súlyánál, méreténél fogva kárt is tesz a sejt bizonyos részeiben. Igen, tehát ez ugye a mitokondriumnak és ugye a Brorfofosz, amit markánsan tud ezen a területen képviselni az ő mély biokémiai kapcsolataival, meg tudásával kapcsolatban. Tehát ugye az egyik ilyen rész, ahol nyilván beleszól a rendszerbe, hogy működik a nanomotor. Az ATP az, ami ugye borzasztó gyorsan pörög 6-9 ezer percenként, ezt a hidrogén áram hajtja, és itt megint nem lehet mindegy, hogy most egy egyes vagy kettes tömegszámú hidrogén folyik ebbe az áramban, és ez befolyásolhatja az egész ATP-áznak, és én értem az ATP működését. Tehát például, amit mi végeztünk sportolókkal vizsgálatot, az erről szólt, hogy élsportolókat két csoportra osztottuk, végeztünk a kísérlet előtt egy ilyen terheléses vizsgálatot, ami azt jelenti, hogy 5 percig terheltük őket, 2 perc pihenő terhelés, 5 percig, 2 perc, ez volt 4 ilyen etap volt, és minden terhelés után néztük a különböző vérparamétereket, és akkor volt egy kiindulási állapotunk mind a két csoportra, utána az egyik csoport 44 napig 105 ppm-es csökkentett deutérium tartalmizet fogyasztott, a másik ugyanúgy folytatta normál vízfogyasztást, és utána megnéztük, hogy mi történik a második terheléses vizsgálat sorozatnál. És akkor az derült ki, hogy azok a sportolók, akik csökkentett deutérium tartalmizet fogyasztottak, azoknál már a teljesabb szint az alapértéken is alacsonyabb volt, mint azoknál, akik normál vizet fogyasztottak. Akik, és utána azt láttuk, hogy a terheléses vizsgálatnál sokkal később és lassabban kezdett emelkedni a teljesabb. Tehát mintha az ATP-áz az alacsonyabb deutérium szint miatt sokkal jobban tudott volna működni, később lépett fel az oxigénhiány, ezek a sportolóknál sokkal gyorsabb volt a glukóznak a mobilizációja. Tehát ez az egyszerű tény, hogy lejjebb vittük a deutérium szintet a sportolóknál, utána az megnyilvánult a fizikai teljesítmények. Tehát emberek van ilyen, hogy deutérium dopping akkor? Most ezt nyilván érzd jól, de... Tehát igen, azt gondoljuk, hogy ez mindenféleképpen befolyásolja ebbe a vonatkozásba is a bennünk zajló biokémiai folyamatokat, és egész biztos, hogy fizikailag jobban terhelhető az, aki egy alacsonyabb deutérium szinten tartja a szervezetét, mert innek ezért nincs egy gát, nincs egy ez a zavaró tényező. Tehát amikor ezek a folyamatok, amit mondtál, hogy közel 2000 folyamat, ugye gondolom, ilyen enzimes folyamat zajlódik a sejtben, ha jól értem, akkor ugye a sejtben minden az energiáról szól. Tehát alapvetően képes energiát termelni a folyamatokhoz maga a sejt. Javíts ki bármikor, amikor születlenséget mondom. Igen, tehát én azt gondolom, hogy amiről a történet szól, hogy tud ez a nagyon komplex rendszer, amit mi életnek hívunk, ennyire tökéletesen működni. Tehát hogy tud harmonikusan működni az a 2000 biokémiai folyamat? Hogy tudja összehangolni ezt a komplex működést? Ez a kérdés, és nyilván ennek egyik kulcseleme persze az energiatermelés, mert aztán persze anélkül nem megy semmi. Igen. Na most itt jön az a kérdés, hogy amikor, és a deutérium úgy tűnik, hogy ebben lesz kedvezőtlen, tehát a magas deutérium szint kedvezőtlen hatással, ugye mondta, hogy lassul minden, ha lassul, akkor nyilván az energiatermelés is kompromittált, vagy lassul, vagy energiakrízis jön létre, valami hasonló, ergo
hát nem nagyon tud a sejt hova nyúlni, hogy honnan szerezzen energiát, és innentől kezdve egy komoly probléma alakulhat ki. És ez visszavezethető arra alapvetően, hogy milyen mennyiségű deutérium van bennünk? Én ezt egy kicsit másként látom. Okay. Tehát igen, az egyik tétel kétségtelen az energia. De a kérdés, amivel ezt az egész kutatást elindítottam 1990-ben, az az volt, hogy van-e szerepe a deutériumnak a biológiai folyamatokban. Uh-huh. És ugye az első kísérletek az onkológiai intézetek voltam a tudományos főmunkatársa, tehát nyilván azért mentem oda, mert a rák kérdés érdekelt, és ebben gondoltam, hogy itt lehetne valamit kezdeni ezzel a gondolattal. És ugye az első kísérletek, amiket láttam, amit csináltam, az arról szólt, hogy daganatos sejtek szaporodását gátolt az alacsony deutérium tartalmú víz. Vagy egerekbe beoltott humán emlő daganat, és az egereket kezelve csökkentett deutérium, ez a tumor nem tudott kifejlődni, visszafejlődni, és az egerek nem pusztultak el. Miközben a kontrollkarom minden egér elpusztult. Tehát a kérdésem az ez volt, hogy van-e valamilyen szerepe a deutériumnak a biológiai folyamatok szabályozásában, és a másik, amit szintén az első publikációban leközöltünk, hogyha a 150 ppm fölé emeltük a deutérium szintet, akkor azt láttuk, hogy a stimulálta a sejtek osztódását. Tehát segítette a magasabb deutérium tartalom a sejt osztódását. És a kérdés az az volt, hogyan szabályozódik a sejtekben az osztódás. Tehát mikor én még tinédzserként azt gondoltam, hogy érdekes dolog ez a rák kérdés, és jó lenne ezzel foglalkozni, bennem sose fogalmazódott meg, hogy én rákgyógyszert találjak. Én azt gondolom, ez egy értelmetlen kérdés. Bennem úgy fogalmazódott meg, hogy meg tudjuk-e fejteni a mechanizmust, amin keresztül szabályozódik a sejtosztódás, mert akkor majd képesek leszünk nagyon hatékonyan beavatkozni ebbe a folyamatba, és akár még nagyon hatékonyan gyógyítani is a rákot. Tehát a fő csapása a kutatásnak ez volt, hogy a deutériumnak van-e, és ha igen, milyen szerepe. És a mitokondrium, az energiatermelés, az ott jön be nagyon fontosan, hogy ugye maga az energiatermelés, az valójában minden sejtben csökkentett deutérium tartalmú anyagcserevíz erőellátását jelenti. És ezen keresztül pedig meghatározó szerepe van a sejtosztódás szabályozásában, mert az egészséges sejtjeinkben mi ezt csináljuk minden nap. 3-4 deciliter csökkentett deutérium tartalmú vizet állítunk elő. És a daganatos sejt pont attól daganatos sejt, hogy benne ez a funkció hiányzik és rossz. Tehát a daganatos sejt nem képes egy féket jelenteni, egy féket betenni, mert nem dolgozik ellen annak a folyamatnak, ami stimulálja a sejtosztódást, ami azt jelenti, hogy megemeli időlegesen a DH arányt. Tehát önmagában egy magasabb deutérium szint a szerves részét képezi a normál folyamatoknak. Mert attól osztódnak az egészséges sejtjeink, csak azok kontrolláltan. Mert az annak a játék, hogy megemeli a DH arányt, osztódik, de miután van benne egy fék is, az csak akkor engedi osztódni, hogyha ezek úgy partiban van. Ez a fék, hol találjuk meg ezt a féket? Ez a fék a mitokondrium. Tehát, hogyha a mitokondrium jól működik, akkor az ellene dolgozik annak a folyamatnak, ami a membránon van, ami képes megemelni a DH arányt. Hogyha meg tudja emelni adott gyakorisággal, akkor az belekötheti a sejtet az osztódásba. És ezt mondom, ez egy elemi része annak, hogy minden sejtünk osztódik, és elpusztul, osztódik, elpusztul, de nem nőnek a szerveink, mert ez úgy egyensúlyban van. Ez valamennyire kapcsolódik? Bocsánat, hogy néha így bele fogok kérdezni, de izgalmas a téma. Szóval ez valamennyire kapcsolódik mondjuk a leírt Warburg hatáshoz? Tehát nagyon hasonló alapelveket érzek megfogalmazni. Pontosan, tehát igen, tehát pontosan, tehát ugye a Warburg hatás arról szól, amit Warburg leírt, hogy hiába van oxigén, a daganatos sejtekben a cukrot nem a mitokondriumban égeti a daganatos sejt, hanem a citoplazmában tejsavat csinál, nem is tud annyi ATP-t szintetizálni. És ezért kapott ő Nobel-díjat, mert ezt fölismert, ezt a közös tulajdonságot. És ugye a nagy hiba az volt, hogy elmentünk a genetikai típusú gyógyszerfejlesztés felé. Ezt akartam pont kérdezni. Igen. És keresik ugye a több száz génben a több millió mutáció közül, hogy na ebbe a betegben most melyik van, és erre próbálunk gyógyszert fejleszteni, miközben vannak egyetemes törvények és egyetemes
azonosságok a különböző daganatok között. Tehát minden daganatra jellemző, hogy a mitokondrium nem jól működik. Ha meg tudjuk találni azt az egyetlen egy közös pontot, ami jellemző összes daganatos sejtre, akkor nekünk azt a mechanizmust kell megcéloznunk, és azon keresztül kell beavatkoznunk, mert akkor nem az lesz, mint most, hogy egy gyógyszert kifejlesztenek $2 milliárd költséggel egy tumortípusra, ami 3 hónappal megnöveli a várható élettartamot, hanem támadjuk meg ezt a mechanizmust, és akkor minden tumortípusnál nagyon hatékonyak tudunk lenni, és nem néhány hónappal növeljük a várható élettartamot, hanem 5-szörözzük, 10-szörözzük a betegek esélyét a túlélésre meg a gyógyulásra. És ugye mi ezen vagyunk, és ez az egyik fő fókusz nyilván. Hát, ha jól értem, akkor az a típusú mechanikai probléma, amit mondjuk a deutérium jelent a mitokondrium számára, ugye mondtál egy rotort, említettél, ami ugye 6000-9000 RPM-mel forog, és ebbe belekerül egy nehezebb és nagyobb darab alkatrész, ami megrongálja ezt gyakorlatilag, és innentől kezdve a mitokondrium előbb-utóbb sajnos beadja a kulcsot, az a nagy helyzet, egymás után, ugye, mert a másik rész, hogy egy sejtben nem egy mitokondrium van, hanem vagy nincsen benne semmi, vagy sok száz, vagy sok ezer. Így van. Tehát ez szépen ugye felborul a rendszer, és az a fajta kontroll, amit említettél az előbb, ami az optimális energiatermeléssel kapcsolatos, az miután nem működik a mitokondrium által létrehozható a 36-38 ATP, visszavált a glikolízisre a citoplazmában, ahol ilyen nettó 2 ATP-t fogunk termelni, ugyanolyan mennyiségű glükóz molekulában. Ezt jól sejtem? Hát igen, így van, csak azt kell látni, hogy ugye ezek ilyen valószínűségek. Tehát nem úgy van, hogy most ott van a minden 6600. hidrogén, ami deutérium, és akkor az képes szétrombolni, hanem önmagában az is egy egyensúlyi folyamat, hogy a mitokondrium hogy osztódik, a mitokondriumon belül az ATP-ázok hány százaléka sérül, az is ugye újra szintetizálódik. Tehát amit, ahogy én látom most, ugye a nagy kérdés és a nagy váltás itt az elmúlt 60 évben az volt, hogy az embereket lebeszélték a zsírokról, és átállították a szénhidrátra. És a rosszsíra, bocsánat, még egy másik rosszsíra. Igen. Tehát ami a lényeg, hogy ahogy a nagyapáink táplálkoztak, ha az ő vérükben megnézzünk a deutériumot, az egy 5-10-15 ppm-el alacsonyabb, mint a mai fejlett világban a civilizációnak a deutérium szintje. És az azért van, mert több szénhidrátot eszünk, és kevesebb zsírt. Tehát ez a valószínűség, hogy azok a mitokondriumok hányszor találkoznak deutériummal most, meg hányszor találkoztak 60 évvel ezelőtt az emberekbe, ez biztos megnőtt. És innentől kezdve az egész életünket átlagosan egy magasabb deutérium szinten éljük le. És azt gondoljuk, hogy ezt kéne lejjebb vinni egy 5-10 ppm-mel, akkor kevesebb cukorbeteg lenne, kevesebb daganatos beteg lenne, az emberek fittebbek lennének, és úgy általában az egész populáció egy egészségesebb életet tudna élni, mint azzal, hogy 40-50-60 éven keresztül 144-150 ppm-es deutérium szinten éljük le az életünket. És akkor így van. Ti feltártatok egy összefüggést, ami teljesen logikus, és mégis amikor azt hallom, hogy deutérium csökkentett víz, akkor ezt nagyon sokszor, és elnézést, mert nem bántani akarlak ezzel, de nagyon sokszor a P-vízzel, az oxigénezett vízzel, és még sorolhatnám az összes, amilyen vizet, nem, energizált víz, most nem tudom, mik vannak még, de hát 5 perc alatt kitalálok még 2 olyan brendet, hogy izgalmasnak hangozzon. Szóval hogy ezekkel hasonlítják össze, és akkor a tudományos szakma azt mondja, hogy ide sorolja be esetleg ezt is, a deutérium csökkentett, és azt mondják, hát kérem szépen, ez butasság, hát ez ilyen nincsen. Szóval hogy mennyire nehéz neked a dolgod megkülönböztetni magad ezektől, és mégiscsak azt, mert hogy ezzel le lehet járatni benneteket, ugye, valahol? Hát ez, amit most mondtál, ez egy egészen másik síkja ennek a feladatnak, amit el kell végezni. Tehát, és az ember próbálja úgy élni az életét, hogy ne ebben örlődjön, mert csak teszi a dolgát. Tehát nyilván nagyon jó determinálva van az, hogy az akadémia hogyan lépett föl ellenünk, vagy ellenem 26 évvel ezelőtt,
hogy az akadémia nem képes tovább lépni, és nem képes nyilván elismerni, mert el kéne, hogy ismerje, hogy nagyon nagyon tévedett, mikor ez besorolta az áltudomány köré. Nyilván borzasztóan fájul nekem személy szerint, hogy vagy akadémiai ösztöndíjasként kaptam egy kandidátis fokozatot, mert olyan disszertációt írtam, hogy át is ugrottam a kis doktorit, de mégis, mikor kijövök egy eredeti ötlettel, akkor néhány kémikus, akadémikus, aki nem látja azt, hogy van egy élettani folyamat, ami kicsit bonyolultabb, mint két vegyületnek a kémiai reakciója, azt így lecsupaszítja, és egyszerűen megbélyegzi az egészet, és ebből nem tudtunk így kijönni, mert a szakma nem magyarországi szakma, úgy pontosítanám. Ezt akartam, igen. Nem képes elismerni, de ugyanakkor, tehát látva azt, amit a Boros Profil is csinálunk, mi a világban benn vagyunk, ezt a világba kivittük. Tehát Shanghai-tól Los Angelesig ezt kutatják, gyárakat építenek már, hogy csökkentett deutérium tartalmizett gyártsanak. Bocsánat, itt hadd tegyem hozzá, amikor azt mondja, gyárakat építenek, ez nem úgy néz ki, hogy otthon én elkezdek deutériumot csökkenteni, mint esővizet gyűjtök, és aztán utána majd lepárlom nem tudom hányszor. Kérem, erről is beszélj egy picit, mert ennek azért van egy nagyon drága technológiája, ugye? Igen, tehát vannak, igen, sajnos az interneten sok minden jó is van, meg butaság is van. Igen. Az egyik, amíg, hogy tegyük be a vizet a hűtőszekrénybe, fagyasszuk, és majd kivesszük, és akkor az lesz. Tehát a mi berendezéseink 10-30 méterek magasak, és több tonna gőzt állítunk elő óránként azért, hogy néhány 10 liter vizet elő tudjunk állítani. Ha az esővizet gyűjteni bizonyos szempontból jó, attól függ, hogy honnan jön az a felhőrendszer, mert ugye ahogy az egyenlítőtől áramlik a felhő, fölmegy az északi sarok felé, és visszafelé kanyarodik, az eléggé csökkentett deutérium tartalmú lehet. A nyári záporok azok délről jönnek, azok inkább 150 fölötti ppm tartalmak, tehát így van értelme. De összességében, hogyha azt mondjuk az emberek csökkentsék a deutérium szintet, váltsanak az étkezési szokásokon, tehát fogják vissza a cukor szénhidrát fogyasztást, és fogyasszanak alkalmanként csökkentett deutérium tartalmú vizet. Ezzel tudnánk visszavinni oda a deutérium szintünket, ahol régen volt. Tehát azt elmondhatjuk, hogy például a modern feldolgozott élelmiszerek, amelyek ugye jellemzően a zsírfogyasztással elvesztették a zsírokat, de megnyerték a magas szénhidrátot, mert különben ízetlen lenne az egész, tehát ki az, aki fundérlemezt akar enni. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek viszont rendkívül magasak is deutériumban? Tehát ugye alapvetően zsírok, fehér, aminosavak és szénhidrátok az, ami a szénforrás biztosítja. És az, hogy milyen arányban kerülnek be a szénatomok és a hozzá kapcsolódó hidrogének a mitokondriumba ebből a három alapvető molekulatípusból, ez adhat ki egy átlagot arra, hogy mennyire ez befolyásolva, és mennyire ez csökkentett a deutérium szint. Tehát én ugye elmentem a boltba korábban, és akkor vettem cukrot, lisztet, vajat, túrót, disznózsírt és olajat, és akkor azt kértem az akadémiai intézetbe, hogy ezekből az élelmiszerekből vegyék ki a vizet, és az élelmiszer száraz anyagát égessék el vízzé. És akkor azt mondják meg, hogy ennek mi a deutérium tartalma, mert bennünk akkor olyan deutérium tartalmú anyagcsere víz keletkezik. És akkor így jött ki, hogy a cukor az ilyen 150 volt, uh-huh. A disznózsír meg 118. Uh-huh. Tehát az egy nagyon nagy különbség. És jó, akkor... de ez felviszi a koleszterint. Én... De most én csak provokálok, tehát tudom, én értem. Én azt mondom, hogy ennek érdekes utána nézett. Mi például csináltunk egy fázis 2 klinikai vizsgálatot cukorbetegekkel, uh-huh. és az egyik nagyon meglepő eredmény az volt, hogy a jó koleszterinnek a szintjét 30%-kal megemelte a csökkentett deutérium tartalmú víz. Uh-huh. És már olyan beteg is volt, akinek levitte az LDL-jét, tehát a HDL-re mondjuk, ugye a jó koleszterin, az LDL-re mondjuk, hogy rossz koleszterin, hogy levitte a koleszterin szintjét. Én azt gondolom, hogy tehát mindig egy paramétert kiemelni, az mindig veszélyes. Ezek egy hálózatot képeznek, bárhol belenyúlunk a rendszerbe, az tulajdonképpen direkt vagy több ponton keresztül kihat az egészre, és hogyha ha jól belenyúlunk egy helyen, akkor az előnyesen tudja eltolni az egész folyamatot a biológiai rendszeren belül. Uh-huh. És akkor ehhez jönnek még a genetikai hátterek, akkor tényleg a táplálkozás, a fizikai aktivitás, ez úgy összességében kiad valamit, hogy
mi is az a végső, amit az ember leéli az életét egészségbe, betegségbe. Tehát mi azt gondoljuk, hogy egy alacsonyabb deutérium szint, és alkalmanként, kúraszerűen, évente, két évente egy még alacsonyabbra levinni, azzal lehetne a daganatos megbetegedések számát lecsökkenteni, és egy átlagosan alacsonyabb szinten élni, pedig egy fittebb, egy egészségesebb életet élni. Beszéljünk picit akkor esetleg, és lehet, hogy ezek már csak hipotézisek lesznek majd. Beszéljünk például bőjtről. Amikor éppen bőjtöl valaki, és ugye a kedvenc kérdésem a gyerekem ezen mindig jót mutatnak, amikor megkérdezi valaki tőlem, hogy mit lehet enni bőjt alatt, tehát akkor definiáljuk a bőjtöt, hogy semmit nem eszünk bőjt alatt. Persze, ettől még írhatunk bőjt alatt, amivel megint csak bevihetünk egy csomó deutériumot, de ez legyen egy másik történet. Szóval bőjt alatt vegyük azt a részét, hogy nem jut hozzá a szervezet kalóriához kívülről, de ugye belülről igen. Tehát, hogyha ha zsíradaptáltak vagyunk, akkor a saját testzsírunkat elkezdi lebontani, igen. És itt előkerülhet-e az, hogy én magam gyártom az alacsony deutérium tartalmú vizet? Igen, tehát nyilván ezeket majd így direktbe kéne megvizsgálni, és ezek a kérdést direktbe föltenni, de a lényeg ugye az, hogy a májunkban néhányszor 10 000 kilokalóriányi energia van elraktázva glikogén formájában. De zsírokban több 100 000 kilokalóriányi energia van. Tehát ezért tudunk éhezni 40 napig is, mert van mihez nyúlnia energiá. És ugye akkor, hogyha valaki éhezik, akkor kénytelen hozzányúlni a zsírraktárakhoz, és a zsírban pedig elvileg deponálva van egy alacsony deutérium tartalom. Tehát így a zsírok frontján például egy Richard Robbins nevű kutató azt is kimutatta, hogy ha veszek egy ilyen 16 színláncból álló zsírsavláncot, akkor a deutérium az nem véletlenszerűen van eloszolva. Mert a linolénsavnak a 9-es és a 13-as szénatomán ott 60 ppm más a deutérium szint. A többin pedig magasabb. Tehát, hogy a biokémiai folyamatok során ezek nagyon determináltak, hogy egy adott molekulában milyen gyakorisággal van deutérium. A különböző növényeknek a cukormolekuláin is jellemző a megoszlás, hogy a 6 szénatomon hogyan oszlik meg a deutérium. Mert egyszerűen a biokémiai folyamatok determinálják ezeket. Tehát ilyen értelemben az sem mindegy, hogy az a cukor honnan származik, és milyen növény szintetizálta. Önmagában a növények is háromféle csoportba oszthatók. Van, aki kevésbé depletálja, van, amelyik jobban csökkenti, és van olyan növénytípus, amelyik dúsítja a deutériumot. És na, ezek... beszéljünk a dúsítótról egy picit, jó? Tehát mondjuk, ha tudsz mondani nekem olyan növényt, az ananász. Három kategóriára. Tehát úgy van, hogy C3, C4, CAM. A C3 az, ami a mondjuk a mi éghajlatjövőnkön termesztett növények, ez a borsó, keresztes növények, ez az általában így körbevesz minket. De a kukorica az egy C4. Az ugye nem, azt úgy hoztuk be. A C4-es, a kukorica, a köles például, az egy C4-es típusú. Az ananász és általában a szukkulens növények, tehát a sivatagban élők, azok pedig azok a CAM típusúak. Tehát, hogy a pattogatott kukoricát eszik valaki a moziban, akkor ez egy kevésbé csökkentett szénhidrátforrás, mint hogyha mondom, borsót enne, vagy babot enne, ami egy C3-as típusú növény. Mennyire tipikus az, hogy mondjuk a deutérium az inkább mondjuk a gyökérzetben, a szárában, a gyümölcsben, vagy a levelében jelenik meg magasabb értékszinten? Valamiféle megoszlás biztos, hogy lehet, de itt ebben az esetben inkább, igen, tehát ezt nem tudnám, erre biztos csináltak méréseket, meg nyilván a növénytől is függ, hogy hova küldi az energiát, tehát egy burgony nyilván a gumóban raktároz, egy másik növény meg, ahogy egy kukorica, meg a kukorica csőbe, ami föld fölött van. Ezek mindenféleképpen meghatározottak, tehát nem csak úgy véletlenszerűen kóricál a deutérium a növényben, hanem megvannak azok a biokémiai utak, amik meghatározzák, hogy hol, mikor, mennyi lesz. Nyilván felmerül a kérdés, hogy le a deutériummal, tehát akkor a legjobb az lenne, ha nem is lenne deutérium. Nem, ezzel nem értek egyet. Okay, ne, azért kérdezem, mert én is hallottam ilyet, és azt gondolom, hogy az okkal van ott, csak hát valószínűleg van egy olyan dózis, ami megint méreggé válik. Szóval, hogy
van-e olyan életkori részünk, mit tudom én, kamaszkor, nem tudom, most csak mondtam valamit, amikor nem is baj, hogyha deutérium egy picit magasabb, de egyébként meg később mondjuk ennek alacsonyabbnak kéne lenni. Szóval van-e valami ilyen törvényszerűség? Én azt gondolom, hogy mondok egy kísérletet, jó? Tehát, ugye amikor a daganatos beteg cukorbeteg volt, és fogyasztotta az alacsony deutérium tartalmú vizet a daganata miatt, és visszajött, és azt mondta, hogy neki lement a vércukor szintje. És akkor én csodálkoztam, mert ez mondjuk így első nem fordult meg a fejemben, nyilván én fókuszáltam a rákgyógyításra, meg a rákgyógyszerfejlesztésre. És aztán csináltunk több patkány kísérletet az egyetemen a SOTÉ-n, ahol a patkányokat cukorbetegé tettük, és utána néztük, hogy vajon az alacsony deutérium tartalmú víz az befolyásolja a patkány vércukor szintjét. Az első kísérletben azt csináltuk, hogy a kontrollcsoport 150 ppm-est, a kezelcsoport 25 ppm-es vizet fogyasztott. És örömmel megállapítottuk, ha kapott inzulint is a patkány, akkor a 25 ppm-es vízben alacsonyabb volt a patkány vércukor szintje. Tehát ez így jó volt, mert akkor hoppá. Utána csináltunk egy másik kísérletet, amikor nem csak 25-öst adtunk, hanem adtunk 125-ös, 105-ös, 75-ös, meg 25-ös vizet a patkánynak, és akkor kiderült, hogy nem a 25-ös csökkentette legjobban a vércukorszintet, hanem a 125-ös ppm, ami már csak 25 ppm-re van a normál értéktől. És akkor még egy kísérletet csináltunk, amikor 5 ppm-enként változtattuk 150, 145, 140, így ment. És akkor az eredmény az az, hogy a legideálisabb a vércukorszint csökkentésére a 125, 135, 140 ppm. És akkor mi ebből a tanulság? Az, hogy a sejtek képesek változtatni, azt gondolom, plusz-minusz 20-30 ppm-mel a deutérium szintet. Ez tehát se nem ártalmas, se nem áldás, ennek így kell lenni. Mert 3 milliárd éve volt az életnek, hogy ezt a komplex rendszert létrehozza, ami mi is vagyunk. És ezt csak úgy tudta létrehozni, hogy volt egy lehetősége, hogy kihasználja a hidrogén-deutérium közötti tömegkülönbséget, az ebből eredő különbséget a kémiai reakciókba, és a hidrogén-deutérium arány változtatásán keresztül a sejt képes üzenetet küldeni az összes molekulának, mert minden molekulában van hidrogén. Ha változik a hidrogén-deutérium arány, az meg fogja változtatni a sejtek molekuláiban a hidrogén-deutérium arányt, és ezáltal ez irányítja az összes folyamatunkat, a gének működését, a biokémiai folyamatokat, az enzimek működését. Tehát, és a sejteknek az érzékenysége erre a plusz-minusz 20 ppm-re van kihegyezve. Tehát az inzulin a patkányokban is az a 20-25 ppm, mert az a változás kapcsolta be és indította el azokat a folyamatokat, amin keresztül lereagálta azt, hogy oké, cukorbeteg vagyok, de mégis én nagyon jól fel tudom venni a vérpályáról a cukrot, mert az alacsony deutérium tartalom lehetővé teszi számomra, hogy azokat a folyamatokat én bekapcsoljam, ami ahhoz kell, hogy ez menjen. Tehát a dolgot úgy kell elképzelni, hogy az élet ehhez adaptálódott. Az kérdés az, hogy a mi civilizációnk, a táplálkozási szokások, a divatok, meg a kereskedelem például, hogy a nagyapám biztos, hogy nem evett narancsot, meg nem evett banánt, azoknak magasabb a deutérium szintje, mert az éghajlat az egyenlítő környékén 155 ppm-es esővíz esik. Onnantól ez a növények vetőz determinálja. Tehát ezeknek így az összessége az, hogy mit biztos, milyen közeget biztosítunk a hidrogén deutérium vonatkozásában a sejtjénknek. És akkor ez a lényeg, amit befolyásolnunk kell, azt gondolom, a jó irányba, hogy ezt lejjebb kell vinni egy életen át, tehát itt független attól szerintem, hogy most idősebb vagy fiatalabb. Ha az egész életünket egy 10-20 ppm-mel alacsonyabb deutérium szinten élnénk le, akkor egész életünkben sokkal egészségesebbek lennénk. Ez önmagában csökkenthetné annak az esélyt, hogy daganatos betegek legyünk. A deutériumnak szerepe van ott, hogy a genetikai hibák bekövetkezzenek. Tehát ez kimutatható, hogy a deutérium az bizonyos értelemben mutagén, tehát könnyebben gyűlnek a genetikai hibák, hogyha a magas a deutérium szint. És akkor, amit még mondunk, az onkológiai kutatások során, hogy néha
az embereknek kéne egy ilyen nagy öblítést csinálni, mint például a bőjt is ilyen, és ezért egészségesek ezek a váltások, hogy akkor egy kihívás van a szervezet számára. Nem kap rendszeresen ennivalót. Neki ezt le kell reagálni. Ehhez neki alkalmazkodni kell. És akkor elkezdi mobilizálni azokat a rendszerét, ami végig egy adekvát módon lekezeli. A mi tanácsunk szerint, hogyha emberek, egészséges emberek 40 év fölött 3 hónapig alacsony deutérium tartalmat fogyasztanának, azzal mi előidéznénk átmenetileg egy jelentősebb deutérium szintcsökkenést, amit például a daganatos sejtek nem tudnának tolerálni. Uh-huh. És akkor a bennünk lévő kis sejtcsoportokat ki tudnánk szorítani, vissza tudnánk szorítani, és 3-4 év múlva ezekben az emberekben nem diagnosztizálnak majd daganatot. Uh-huh. És például sok gyerek volt, nem sok, de voltak gyerekek, daganatos betegek voltak, és fogyasztották a csökkentett deutérium tartalmizet. Azóta felnőttek lettek, és családot alapítottak, és nem éreztünk semmilyen negatív hatást, hogy most bármilyen módon visszavetette volna őket az, hogy x hónapig csökkentett deutérium tartalmizet fogyasztottak. Mondok még egyet például itt a táplálkozás, hogy a szívünk az energiájának a 80%-át zsírokból nyeri. Tehát a szívnek nem mindegy, azt gondolom, hogy az a zsír, meg az, amihez hozzájut, akkor az ő, ugye rengeteg ATP van, mert dolgozik értünk 80-90 éven keresztül, és sose áll meg. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ott is milyen deutérium szinttel éljük le az életünket, és a szívünknek sem mindegy, hogy milyen deutérium szinttel ott küzdenie, hogy az jól működjenek azok az ATP-ázok. Most, ha jól sejtem, akkor az általatok kifejlesztett technológiával gyártott termékek az állatgyógyászatban megjelentek már, ugye? Tehát ott igen, már 20 éve gyógyszer, daganatos gyógyszer, igen. Így van. Na most az ember azt várná, hogy az állatgyógyászatban ez bizonyít, és akkor idővel átkerül az embergyógyászatba is. És hát itt mi a helyzet? Mert... Hát ezt nehéz úgy megmagyarázni. Tehát nyilván az ember ilyen nagy naívként fiatalon elkezdi, látja az eredményeit, szétküldöm a világba, publikálnak, mások is megerősítenek, és ugye az ember azt gondolja, tényleg az ember életnél végig is nincsen fontosabb, és az egész kultúránk, a jogrendszer, minden az ember életvédelméről szól. És sajnálatos módon ezt itt nem sikerült így egy lendülettel átvinnünk, hogy van egy felfedezés, ez erre épül, ennek ez lehet a hozadéka. A mi vállalkozásunk, a HYPSZ-i rákutató és gyógyszerfejlesztő nyilván iszonyú erőkkel dolgozik ma is. Minden energiánk ezen voltunk az elmúlt most már 28 évben, hogy gyógyszert csináljunk. Állatgyógyászati vonalon sikerült, humán vonalon most is azon vagyunk, befektetőket keresünk. Mérhetetlen sok pénzre van szükség, hogy azt tovább tudjuk vinni. És nyilván szükség lenne az onkológia erős támogatására is, meg a szakma támogatására, ami sajnálatos módon itthon nem valósult meg, de ezért próbálkozunk mindenhol a világban, hogy megtalálni azt a pénzforrást, azt a tőkét, azt a szakmai hátteret, ami átlendíti majd ezt az egész folyamatot oda, hogy ebből tényleg gyógyszer legyen. Mert mást el sem tudok képzelni. Tehát én nekem nem célom az, hogy az emberek a bemennek a szupermarketbe, és ott vegyenek csökkentett deutérium tartalmú vizet, mert éreznek valamit a mellükben, vagy valami panaszuk van. Kell lenni majd ilyen terméknek is, az ilyen funkcionális élelmiszer lenne, hogy tényleg egészséges emberek azért fogyasszák, hogy ne legyenek daganatos betegek, ne legyenek cukorbetegek, de magát azt alacsony deutérium tartalmú vizet, az be kell vinni az onkológiai kurok rendszerében, részét képezze majd az onkológiai kezelésnek, ezt integrálni kell. Tehát nem gondolom, hogy holnaptól el kell dobnunk mindent, ami ma onkológia. Ha deutérium megvonást bevisszük, akkor Magyarországon a rákhalózás drasztikusan elkezd csökkenni. És mi leszünk az utolsók. Most sajnos az elsők vagyunk a világban. De ennek meg kell történni, mert különben sem értem annak, amit az elmúlt 30 évben csináltam. Maga a kutatás, vagy az elismertség legalább, az valamennyit kapott egy lökést attól, amit ma úgy hívunk, hogy ketogén diéta. Tehát ugye a ketogén diéta okán az alacsony szénhidrát fogyasztás irányába indultunk el, egy zsíralapú fogyasztás irányába indultak el emberek. Ott kiderült, hogy
milyen pozitív változások jönnek létre a szervezetben, és közben kiderült, hogy, hogy ez a típusú zsír, amit bevisznek, ugye említetted a sertészsír például, az kifejezetten alacsony egyébként deutériumban. Tehát kaptatok-e innen egy újabb löketet, hogy azt mondjátok, hogy na, akkor azért csak megyünk tovább, hát van ennek értelme. Tehát az, hogy nekünk, az mi minden nap kapjuk a megerősítést, tehát vagy a betegektől, vagy a világból, tehát ezzel mi rendben vagyunk, meg az ember ebből nyilván táplálkozik. De ugye a ketogénnál ugye a dolog az fordítva volt. Tehát ők csináltak valamit, látták az eredményt, csak azt nem tudták, hogy mitől jó. Így van. Tehát ugye azt mi mondtuk el nekik, hogy gyerekek, hát valójában az egy deutérium csökkentésről szól, és nyilván ez nekünk nagyon hasznos, mert az ember azért teszi ki az eredményét, meg azért publikál, hogy bevonja az összes többi kutatót. Hogy mindenki a maga tudásával csatlakozzon. Úgyhogy, és nyilván nekünk ez nagyon előnyös, hogy egy független ágon megerősítést nyer a deutérium megvonás, és annak a jelentősége így világossá válik. És hirtelen ugye az ember, hogyha hallgat mondjuk népszerű amerikai egészséggel foglalkozó podcasteket, akkor hirtelen a deutérium az megjelent, mint téma. Tehát, hogyha mondjuk 3-4 évvel ezelőtt én rákerestem volna a podcast keresőben arra, hogy deutérium, akkor hát nagyjából nulla, vagy inkább ilyen biokémiai jellegű leírásokat kaptam volna, vagy ilyen lecture-öket, ugye ilyen leckéket. Ehhez képest most meg nagyon népszerű podcast hostok gyakorlatilag erről beszélnek. Szóval van egy ilyen nyomás kintről, ugye, ezt jól látom? Hát egyrészt meg ugye ennek megvan az evolúció, tehát ugye, és minden paradigmaváltás az ugye borzasztó nehéz, mert van egy kázi egy uralkodó osztály a tudományban, aki képvisel egy nézetet, és mikor jön egy másik, ami egészen másként próbálja láttatni az eredmények alapján, akkor az egy idő. Ugye 93-ban az első publikáció, utána mi közöltünk még egy legalább 15-20 cikket, 2010-ben megtartottuk az első nemzetközi konferenciánkat, 12-ben a második, 15-ben a harmadik, 19-ben a negyediket, és az érződött, hogy egyre több kutató jön, egyre több egyetemről jöttek hozzánk, és ugye ez ugye elkezd duzzadni, és ez a lényeg, hogy elérjük azt a kritikus tömeget, amikor egyszer módi evidencia lesz, hogy hát tényleg úgy van, és akkor az ember ezt várja, azt mondjuk nem gondoltam volna, hogy ebbe 30 évet kell beletenni, de hát bele kell tenni, és még nyilván nem látja az ember, hogy hol van a vége, hogy mikor kelünk fel úgy, hogy úgy elismerik, de hát ez a dolog, ez erről szól, ezt tudomásul kell venni, ez így működik. És ami az érdekes... Nem tudom, a helikobakter történetében megvan, meg igen, a gyomorfekély kapcsolata. Igen. Tehát olyan ez, szakemberek mondták, és mégis 12 évig tartott, mire kiderült, hogy 2 hét alatt meg lehet gyógyítani a gyomorfekét. Igen, igen. Most az mennyire látott tipikusnak a te történetedben is, hogy hamarabb állt melléd az átlagember, mint a szakma. Tehát, hogy ez egy ilyen alulról építkező mozgalom gyakorlatilag, túl azon, hogy nyilván van mögött egy rendkívül komoly kutatási háttér, de hát mégiscsak ez valahogy alulról kezd fölfelé hömpölyögni, és nem föntről lefelé. Igen, ez bizonyos értelemben sajnálatos, és különösen mondom azt, hogy én nekem molekulás biológus végzettségem van, nekem ez a szakmám. Mondtam, elmentem Németországba, az USA-ba meghívtak dolgozni, és mégsem volt elég ahhoz, hogy az embernek akkora kreditje legyen, hogy mond valamit, ami nyilván új, meg meglepő, de azt a szakma és az akadémiai etikai kódexe szerint menjen tovább, és az betartva az etikai elveket. Ez nem történt meg. És az biztos, hogy az emberek részéről borzasztó nagy támogatást kaptunk, mert tulajdonképpen az ő hitük meg a bizalmuk a mi elképzeléseinkben juttatott el minket oda, hogy most még itt vagyunk, és hogy nem mentünk tökre 5-ször, mert erre volt számos lehetőség, hogy csődbe menjünk, és felszámoljuk ezt az egész fejlesztést. És azt mondom, hogy ugye minden nap megtettük azt, amit meg kell tenni, minden nap egy kicsikét közelebb jutottunk, és nyilván jó lenne látni azt, hogy az energiánk nagy részét nem arra kell elforgácsolni, hogy küzdjünk valami ellen, miközben alapvetően mindenkinek elemi érdeke lenne az, hogy ezt tovább vigyük. Egyszerűen el sem tudom képzelni, tehát hogy lehet másként gondolni ezt. Amikor beszélünk arról, hogy deuterium csökkentés, akkor persze nem lenne baj, ha tudnám azt, hogy
hogy mennyi az én deutérium szintem, hogy ezt kell-e csökkentenem. Most megint csak laikusként gondolkodom, jó? Tehát nyilván vannak olyan markerek, mit tudom én, leheletből, vérből, vizeletből, nem tudom, annál lehet mérni azt, hogy mennyi az aktuális mennyiség, és akkor el lehet dönteni azt, hogy milyen típusú tevékenységet kéne folytatnom, akár kiegészítő tevékenységet inni ezeket a csökkentett vizeket, hogy változzon az érték. Ez így működik? Tehát azt mondom, hogy ennek meg kell teremteni a lehetőségét, és valószínűleg meg is fogjuk teremteni. Tehát az egyik ilyen legtisztább, ugye teljesen non-invazív, hogyha kicsapatjuk a lélegzetnek a páratartalmát, és akkor ezt megmérjük. Ez van, amikor tehát nekünk van egy olyan lézerkészülékünk, ami vízből nagyon jól tud mérni deutérium szintet, ez részét képezi a mi gyártási technológiánknak. Tehát erre potenciál megvan a lehetőség. Azt gondolom, hogy arra is nagyon jó, hogy az ember kövesse, hogyha fogyasztja az alacsony deutérium, akkor látja, hogy tényleg leviszi. Ugye nekünk erre nagyon sok eredményünk van, egyrészt már néztük kutyákban, macskákban is, és humán vonalon is abban a cukorbetegekkel lefolytatott fázis 2 klinikai vizsgálatban is mértük a kovérből, mert akkor megvolt a jogi hátterünk erre, a deutérium szintet, és egyértelmű, hogy aki ilyen vizet fogyaszt, annak le fog csökkenni a deutérium szintje. És az, hogy ez meddig megy le, az nyilván már annak a kérdése, hogy milyen vizet fogyaszt, hány ppm-es, és hogyan táplálkozik. És nagyon jó lenne, hogyha az emberek, és valószínűleg azt is el tudom képzelni, hogy a jövőben ez pont úgy paraméter lesz, és mérni fogják majd a laborban, mint ahogy nézik a nátrium, kálium, meg az összes többi szintet, hogy és utána majd hatalmas adatbázisokat lehetne felépíteni, és nézni, hogy milyen korrelációk vannak a deutérium szint, az a HDL, az LDL, a koleszterin szint, vércukorszint, meg egyebek között, és azt gondolom, hogy nagyon direkt kapcsolatok fognak kijönni, hogy egy alacsonyabb deutérium szint az úgy helyre pakolja ezeket a paramétereket. Ha nem a szakma fogja ezt megcsinálni, akkor azt gondolom, meg fogják csinálni a privát investorok, és mondjuk 10 éven belül lesz olyan eszköz az emberek otthonában, hogy ebbe belefúj, a mobiltelefonján látja az aktuális deutérium szintjét, és azt mondja, hogy miért ne? Ezt nem zárnám ki, de a mai tudásom szerint azt egy kicsit telefon méretűbe, tehát az a készülék, amivel mérjük, az 70 000 dollárba kerül, és egy ilyen fél asztalnyi méretű. Tehát az 1 millió vízmolek közül megnézni, hogy most akkor 10 van, 15 van, vagy 150 van, az nem egy egyszerű dolog, de a tudomány fejlődik, tehát ebben benne van persze, hogy, és bízunk is benne, hogy ezen a fronton is lesz fejlődés. Maga az a tény, hogy majd a rendszer részét képezze mondjuk a deutérium szintmérés, az abszolút ennek meg kell történnie, mert ez, azt gondolom, ez egy fontos paraméter lesz majd az egészségügy számára is, és egy üzenet, hogy mifelé kell elmenni. Mennyire tart téged a pályán azok a visszajelzések, amik mondjuk egyrészt jönnek az állatgyógyászatból, tehát hogy a kedvencem meggyógyult, mint visszajelzés, ami nyilván egy nagyon, nagyon kellemes visszajelzés, és emocionálisan nagyon fontos, vagy amikor emberekről derül ki az, hogy az állapot az jelentősen javult, vagy regresszió indult el, vagy valami hasonló. Szóval ez tart inkább téged a pályán, vagy ülök a laborban, és számolgatok, nézegetem az eredményeket. Szóval melyik? Tehát ugye maga az egész probléma megoldás, az bizonyos értelemben az egy pillanat műve volt. Tehát 1980-ban az egyetemista koromban jött ez a gondolat, hogy hidrogén deutérium együtt szabályozza a sejtek osztódását, pont. És azt nehéz elmagyarázni, hogy milyen méretlen meggyőződése nyilat az ember agyába. Ez az egész történet. Amikor elkezdtem dolgozni az onkológián, és kijött az első eredmény, akkor egy éven keresztül csak azért ismételtem, hogy miért pont úgy jön ki, ahogy én gondolom. Hogy hogyan csináljam úgy a kísérletet, hogy bebizonyítsam, hogy nem azért jön ki úgy, mert ezt én így képzelem el, hanem azért, mert az a objektív valóság. És ugye ehhez jött még másik 4 tonna víz, amit felhasználtunk, mire ez nyilvánosságot kapott, hogy mások is mondják azt, hogy ők is látnak itt valamit. Utána az a tény, hogy tényleg, mikor az emberek elkezdtek gyógyulni, abban már nekem olyan sokszor volt szerepem, hogy az már nem érint meg, mert evidencia. De nyilván, tehát ha én nézem mondjuk
a tüdőrákos beteg populációnak a számait, ami hatszorosa az, amit ma világban produkálnak, akkor ez már úgy, ez úgy megrántom a vállam. Mert ennek így kell lenni, mert ez eddig is így volt. És nyilván az elején minden egyes ember az egy ilyen plusz extra löketet adott, mikor az első betegnek operálhatatlan prostatarákja volt, egy hónapban nem tudták kitapintani, a kettes betegünket már kétszer operálták egy nyelvdögdagalta, mire elment a műtétre, a harmadikat már nem tudták megoperálni, mert nem volt daganata, és akkor így jöttek ezek az esetek. Tehát ami a pályán tart, az az, hogy a munkát el kell végezni. Ez a folyamat elindult, ennek el kell menni addig, hogy gyógyszer legyen, felírja az orvos, az onkológia szakma minden nap gondolkozzon ebbe, hogy illeszti a műtéthez, a kemoterápiához, a sugárkezeléshez, hogy illeszti be az utókezelésbe, és fizesse ki az OEP. Az OEP ma kifizeti a 1,5-2 millió forintot a havi gyógyszerért, hogy 2 hónappal később halljon meg a beteg, de nem fizeti sajnos a csökkentett deutérium tartalmazást. Tehát az emberek egy szűk része tudja megfizetni, egy szűk része tud eljutni oda, hogy bevállalja az ezzel járó költséget, mert egy embernek ez drága. De a mi egészségügyi rendszerünkben ez egy olcsó kezelés, pláne, hogyha figyelembe veszem, hogy 40-50 éves emberek meggyógyulnak, visszamennek dolgozni, és meg 20 évig adót fizetnek, és felnőnek a gyerekeik, és nem lesznek félárvák, meg lehetne sorolni ennek az érzelmi részét. Milyen? Ami felé meg sose vittem el, mert ezt próbálom ilyen racionálisan nézni, ez egy tudományos eredmény, ennek ez a hozadéka, és hova tudunk eljutni ezekkel a tudományos eredményekkel. És még nem lehet más, mint az, hogy a deutéri megvonásnak nem csak az onkológia, hanem úgy általában az orvostudomány és a gyógyításnak szerves részét kell képeznie. Uh-huh. Mondjuk hol látod ezt 10 éven belül? Azt látod, hogy 10 éven belül ez már a helyére kerül, mert én mondom, rengeteg külföldi podcastet hallgatok. És tényleg 3-4 éve tűnt fel az nekem, hogy egyszer csak mindenhol deutériumra kezdtek el beszélni, és mondtam, hogy álljon meg a menet. Hát én ezt a könyvet olvastam, amikor megjelent. Azt hallottam, külön köszönöm. Tényleg, mert akkor annyi hír volt róla annó, hogy azt mondtam, hogy ezt meg kell venni, mert itt valami nagyon érdekes dolog történik, és valami nem is egyet vettem, hanem 3-at, mert rögtön elosztogattam bele 2-t, de nem ez a lényeg, hanem hogy megjelentek olyan helyeken, ahol nem is vártam, és olyan emberek beszéltek róla, akiktől azt egyáltalán nem számítottam rá, és akkor ehhez képest ugye itthon még mindig az emberek egy része ott tartunk, hogy nem is tudja, hogy ez létezik egyébként. Ezért kérdezem ezt a 10 évet. Nem. Minden nap egy új nap. Tehát én 20 éve azt mondom, hogy majd holnap. Aha. Mert úgy nem lehetett volna megcsinálni a 30 évet, hogyha azt gondolom, hogy majd 30 év múlva ez jó lesz. Aha. Tehát azzal a tudattal kelek föl, és minden nap azzal érzem, hogy bármelyik nap tulajdonképpen bekövetkezhet egyfajta ilyen elfogadása, amikor evidencia lesz, és nem csak az, ami most van, hogy van egy növekvő tömege a szakmán belül, amelyik teljesen természetesen már ezzel kalkulál, és tudja az eredményeket, és ő maga is hozzátett valamit. Tehát az nekem nagyon rossz lenne, ha nekem abba kéne gondolkozni, hogy még kiáll 10 év, mert nem. Ez lehet, hogy holnap lesz, lehet, hogy holnap után, de csak így tudom csinálni, hogy bármikor ez a dolog átfordulhat. Uh-huh. És onnantól kezdve ezt a részét én leteszem a vállamról. Tehát ugye most az elmúlt években hogy azt éreztem, hogy rengeteg kritikus helyzetben voltunk. Pénzügyileg, gazdaságilag, meg lehetne sorolni, ugye kezelni ezt az egész helyzetet mentálisan, amikor te azt érzed, hogy te valami jót akarsz, és mégis úgy érzed, hogy azok az erők erősebbek, amik se tudásban, se képességben, se humánumban nem úgy gondolkoznak, ahogy te gondolod, hogy gondolkozni kéne. Tehát ezek az erők nem nyerhetnek. Az nem lehet. Tehát ezt a dolgot át kell billenteni. És most ebben például segítesz. Tehát ilyen értelemben rengetegen segítették azt, hogy mi ma itt vagyunk. A tulajdonostársak, a szakmabeliek, a kutatók, az orvosok között is rengetegen vannak, akik mondják a betegnek, tudják a betegről, és azon, hogy a világ e felé fog menni, itt a kérdés tényleg az, hogy mondhatnám azt is, hogy meddig gatyázunk még mi itt Magyarországon, hogy ez a dolog evidenciaként legyen kezelve.
Én egyre inkább azt látom az ilyen jellegű megoldásoknál, megint csak egy példa erre a ketogén diéta, amit ugye már elmondtál, hogy megvan annak az oka, hogy miért működik, hogy ezek ilyen alulról építkező módon kezdenek el igazából beszivárogni a szakmába is. Én abban bízom, hogy azért egyre több orvos fogja azt majd felülvizsgálni, ezt a véleményét, hogy akár kiegészítő terápiaként ezt javasolja. Gondolom, hogy erre van már mód itthon is, ugye? Tehát ezt megteszik. Nem. Kiegészítőként semmi. Tehát az a termékünk, ami a piacon van, arról semmit nem lehet mondani, azért mi súlyos büntetéseket kaptunk, céget többször tönkretették. Azt, hogy te nem mondod, ez egy dolog. De mondjuk tegyük fel, hogy én orvos vagyok, és én mondhatom-e azt a kliensemnek, hogy Juli néni azért fontolja meg. Én azt gondolom, hogy nem tehetik meg, mert őket köti egy protokoll. Tehát, hogy aztán ez milyen módon, vagy nem mondja, de bólint rá, az egy másik kérdés. Miközben azt gondolom, hogy a beteg elemi érdeke az, hogy hozzájusson bizonyos információkhoz, ami az ő életét megmentheti, vagy segíthet rajta. Tehát ennek gyógyszernek kell lenni, törzskönyvesztetni kell, el kell ismertetni, és akkor az onkológusokat meg kell tanítani, hogy hogyan kell ezt alkalmazni, és kihozni ebből a legtöbbet. Tehát azt elmondom, hogy ugye a negyedik konferencián én összegeztem több mint 2000 beteg adatait, ugye már nagyon sok eredményt közöltünk, és én is meglepődtem, mikor kijött az eredmény. Tehát ma azt merni mondani, hogy Magyarországon 25 ezerre lehet csökkenteni az éves halálozást, ha majd az onkológiai részét képezi, az onkológiai kezelések részét képezi a deutéri megvonást. Tehát ezen kéne mindenkinek elgondolkozni, aki ezen a területen van. Hogy megengedhetjük-e magunknak azt, hogy elmenjünk emellett, az információ mellett, emellett a tudományos eredmény halmaz mellett, pusztán azért, mert az akadémia betette a féket, mert az akadémia nem felmódon járt el, és néhány ember ezt markánsan képviselte. Ez a kérdés. Ebben az is benne van esetleg, hogy annyira, akár az onkológia, de az orvoslás is annyira a genetika mellé tette le a voksát, hogy ebben a pillanatban az ilyen típusú betegségeket inkább genetikai és immunológiai és célzott terápiák próbál megoldani, és azt látjuk, hogy azért ez szignifikánsan nem javít a mutatókon, pár hónapot hozzáad, és akkor az ilyen sikernek van gyakorlatilag feltüntetve, hogy a Boros professzor erőszakot rendszeresen szarkazmussal írni az ő lapján, és nem mozdultunk el még mindig például afelé, hogy mennyi mindent lehet táplálkozással akár megelőzni, vagy kezelni. Ez van mögötte? Ez is mögötte? Tehát ez inkább információ és tudás és oktatás? Igen, tehát hogyha nagyon egyszerű lenne, nyilván van egyfajta érdek, ami felé elvitte a gyógyszerfejlesztést. Uh-huh. Az is látszik, a számok nem hazudnak. Tehát ha megnézzük azt, hogy a halálozásban történt-e valami érdemi változás, nem történt. A gyógyszerek ott vannak. És én még nagyon finom vagyok, tehát én nem mondom azt, hogy bizonyos célzott terápiáknak nincsen értelme, mert azt is nagyon jól lehet követni már itt a mi eredményünk alapján, hogy azok a célzott gyógyszerek, amik a hidrogén-deutérium mechanizmuson keresztül hatnak, azok jók. Azokat tovább kell vinni, és azokat kell erősíteni. De világos, hogy ez nem oldotta meg, és nem is fogja megoldani a kérdést. Valószínű, hogy itt a nagy áttörés akkor lesz majd, hogyha a gyógyszeripar is felismeri ebben az érdekeltségét. És nyilván nagyon bízom benne, hogy ez meg fog történni, mert tehát az, hogy a világban hány 10 millió ember van, aki erre rászorul, az biztos ahhoz kell egyfajta támogatás így a gyógyszeripar részéről is. Tehát, és mi ezen is dolgozunk, hogy valahogy bevonjuk a gyógyszeripart, hogy partner legyen ebben, hogy részét képezze majd a kezelésnek. De itt nem lehet, hogy egy olyan szituáció lép fel, mint amit a Thomas Seyfried professzor is mondott, hogy amikor ugye vizsgálták az állatoknál egy bizonyos gyógyszernek a hatását, és az nagyon pozitív volt egyébként, akkor kiderült, hogy azért volt pozitív hatása, mert olyan émeigést váltott ki az állatokban, hogy nem tudtak enni, ergo a bőtnek volt hatása, és nem a gyógyszernek. Erre utána azt mondta a gyógyszergyártó cég, hogy akkor egy böjtöt imitáló tablettát kéne kifejleszteni. Hát erről azt mondta, hogy olyan már van, az böjtnek hívják.
Szóval, hogy van ebben egy kis irónia azért. Hát, ugye én azt szoktam mondani, hogy a gyógyszeriparnak elemi érdeke, hogy ezt felfedezze, mert egy élő beteg mindig több gyógyszert fog venni, mint egy halott beteg. Ez világos. Ami nagyon, nagyon morbid, de a gyógyszeripar is bajban van. Tehát pont azért, mert azon, hogy rossz irányba mentek alapvetően. Tehát a gyógyszeripar számára is szükség van egy újfajta megközelítésre, amiből majd újra tud építkezni, és a társadalom számára olyan gyógyszert fejleszt, ami hatékony, és nem káros. És egy olyan populáció lesz majd a Földön remélhetőleg, ami tényleg hosszú éveken keresztül időskort meg tud élni úgy, hogy egészségben, és nem az, ami sajnos ugye most van, hogy 55 év, 60 év körött már az emberek rendszeresen mennek a háziorvoshoz, mert magas vérnyomás, cukorbeteg, meg. Tehát a másik nagy kihívás, hogy mérhetetlen egy terhet jelent a társadalomra, hogyha nem vagyunk egészségesek. Tehát mindenkinek éreznie kell, hogy az egészségügy nem fogja tudni elbírni azt a költséget, amilyen gyorsan ezek a költségek például az onkológia frontján emelkednek. Tehát olyan iszonyú gyorsan mennek fölfelé az árak, miközben az eredmény oldal az nagyon szegényes. Uh-huh. Tehát marad a méretlen nagy kiadás, egy gyógyszer, ami sokba kerül, de nagyon minimálisat tesz hozzá, hogy tényleg az emberek egészségben tovább tudjanak élni. Uh-huh. És akkor még jönnek az egyéb kihívások, amivel mondjuk így a társadalom szemben néz. Tehát ahol nyerni lehet, ahol spórolni lehet, például az egészséges életmóddal, akkor azt meg kell tenni minden áron. Mi az, amit tegyük, mert valami praktikus tanácsot nyilván várnak a nézők. Tehát vegyük azt, hogy azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogyha valaki deutériumot csökkentsen, akkor ezt milyen módon teheti meg? Tehát például, ha mondjuk ő sportol, akkor ő deutériumot csökkente. Ha például bizonyos fajta diétát folytat, vagy bizonyos típusú ételeket kizár az életéből, akkor már automatikusan is csökkenti ezt. Viszont két nagy populációt képeznék. Azok, akik egészségesek, és mondjuk 40-50 évnél idősebbek, és azok, akik már daganatos betegek. Uh-huh. Tehát akik egészségesek, őnek azt tanácsoljuk, hogy évente, két évente, három hónapig fogyasszanak 125 vagy 105 ppm-es csökkentett deutérium tartalmú vizet. Ez elő fog idézni egy 10-15 ppm-es csökkenést a szervezetben, és ez megmenti őket attól, hogy esetleg majd később daganat fejlődjön ki, ha ezt két-három évente rendszeresen ismétlik. A daganatos betegeknek általában az a tanácsunk, hogy vagy a 105-össel kezdjék, vagy egy 85-össel, és ugye azt látjuk, hogy a daganat a változó deutérium szintre érzékeny. Tehát nekünk az a célunk, hogy hosszú időn keresztül legyünk képesek változtatni folyamatosan és csökkenteni a deutérium szintet. Tehát egy átlagos kontroll vagy protokoll arról szólna, két hónapig vissza a 105-öst, utána áttér a 85-ösre, áttér a 65-ösre, ugye 25-ig tudjuk így levinni. Reményünk szerint, mire leérne a 65-ösre, már esetleg tumormentes lesz, és akkor onnantól kezdve abba, hogy egy rövid ideig, és újra kezdheti később egy újabb kúrával. Tehát ez a két nagy populáció, hogy csökkentsük a megbetegedések számát, és azért, hogy a betegeknél egy jobb eredményt érjünk el. Általában, hogyha nézem mindenkit bevonva, jó lenne, hogyha nem ki... De ezeknél a betegeknél azt mondjuk, hogy ekkor csak csökkentett deutériumtartalmú vizet igyanak. Tehát szánják el ezt a két-három hónapot, ne igyon mást. A másik megközelítés az lehet, hogy naponta reggel vagy este ígyunk egy pohár 105 ppm-es vizet, és akkor ugye a napi átlagos deutérium szintünk egy 5-10 ppm-en lejjebb jön, és akkor íjjuk így az következő 30-40-50 évünket, hogy részét képezi a diétánknak. És akkor erre rá tudnak segíteni azzal, ha kevés cukor, nulla cukor, kevés kenyér, kevés krumpli, kevés rizs tesznek, és a kalória bevetelt 1500-2000-2005, kinek mennyi kell, a döntő részben... Igen, döntő részben a szénhidrátok a kicsit áttolják a zsírok felé. Ugye én nem szoktam mondani a betegeknek, hogy így térjenek át ilyen ketogén étrendre keményen. Én azt mondtam, hogy ha eddig két szelet kenyeret tevett meg, és arra tette rá a vajat, meg a felvágottat, akkor egy szelet kenyérre tegye rá azt a vajat, és azt a felvágottat. És akkor ott már egy kicsikét változtattunk a szénhidrát és a zsírok beviteli arányán. És akkor nyilván jót tesz a sport, ha valaki sportol, és ugye nem 10 percig vagy negyed óráig, hanem azon túl, mert akkor kezdjük el a zsírokat bontani, akkor kezdünk el hozzányúlni a zsírraktárakhoz, és termelünk alacsony deutérium tartalmú vizet, akkor
akkor az megint nyilván egészséges, megpesdíti az embert, és nem véletlen az, hogy egy sportos életmód mellett az emberek természetesen egészségesebbek, és többek között azért, mert ez egy ilyen deutérium csökkentett vízfröccsöt jelent, mert előidézzük ezt a változást. Az időben az korlátozott, bocsánat, közben az időben korlátozott étkezés és bőjt. Ezt ugyanúgy tudom ajánlani. Igen, igen, egész biztos. Egy közbevetés, például bőjtnél. Ugye van olyan, hogy száraz bőjt, ami azért egy egészen más állat, mint a bőjt. Tehát, amit nyilván sokkal rövidebb ideig szoktak ajánlani. Uh-huh. Ott elméletileg, ez most megint csak hipotézis, ott elméletileg, mivel nem jutok hozzá külső forrásból vízhez direkt, elképzelhető, hogy hatékonyabban történik meg a deutérium csökkentés? Tehát ugye akkor az ő szervezete csak arra vízre hagyatkozik, amit a szerves anyagok elégetéséből termel. És az nyilván alacsony deutérium tartalmú, és ugye ezzel szemben cáfoljuk azt, hogy nem egészséges 3-4 liter rendes vizet inni, mert akkor, hogyha valaki az egészséges víz, normál vízből nagy térfogatba beviszi, akkor ő tulajdonképpen felhígítja az ő maga által termelt alacsony deutérium tartalmú vizet. Ebbe a szélsőséges esetben marad az a 3-4 deciliter víz, ami csökkentett deutérium tartalmú, és nem lesz elrontva kívülről bevitt 150 ppm-es deutérium tartalmú vízzel. Én ezekben én mindig azt mondom, hogy az arany középutat kell választani, tehát ezek mindennek megvan a maga értelme bizonyos ideig talán, de ezt se gondolom nyilván, hogy valaki 5 napig nem fog inni vizet, mert az már... Nem, itt arra gondoltam, persze, hogy akár egy napig, amit egy egész esetben ki tud bírni. És a másik, amit mondtam, ami nagyon érdekes, hirtelen eszembe jutott egy kutatás, ahol azt nézték meg, hogy hiperventilálók, tehát szájlélegzőknél mennyi a vízvesztés, tehát mennyire lesznek dehidráltabbak, mint a nem szájlélegzők, és 42%-kal több vizet vesztettek a szájlélegzők. Ami ugye azért lesz érdekes, mert a populáció jelentős része egyébként hiperventiláló, tehát gyakorlatilag még erre ugye ráugrottak a vizet palackozó cégek is, hogy állandóan ugye, aki már volt Amerikában, tudja, hogy ki nem lehet mozdulni víz nélkül, mert egészen elképesztő. Jó, tehát ez kezd összeállni akkor a képen, ezt nagyon szépen köszönöm. És ugye a Boros professzorral fog megjelenni egy-két napon belül egy podcast, ahol viszont már az alvásnak a deutérium csökkentő szerepéről is szó van, vagy volt, úgyhogy az is egy izgalmas terület lesz majd. Kezdenek összeérni a szálak, és ezt nagyon szépen köszönöm a segítséget ebben. Bízom benne, hogy egy második részre is majd meghívhatunk téged. Örömmel. Mert hogy biztos kérdések, nekem nagyon tetszett az egész, és helyre került az én fejemben is egy csomó információ ezzel kapcsolatban, és ezt köszönöm szépen, nektek nagyon sok sikert kívánok. Kitartást nem kell, azt látom, hogy az van, az bőven. Van más lehetőségem. Igen, de azt látom, hogy megoldjátok, de nagyon szépen köszönjük a munkátokat, mert ez mindenképpen izgalmas, meg jó hallani, amikor az ember egy népszerű amerikai podcastben hallja a nevedet kimondani, úgyhogy persze nem értem, hogy mit mond, mert rosszul mondják a nevedet. Elég nehéz, igen. De aztán az ember összerakja, mert amikor hallom ezt a furcsán kimondott nevet, és a deutérium, oké, jó, értem, világos, és akkor ember egy picit büszke, hogy na megint egy magyar dologról van szó. Igen, próbálkozunk, csináljuk, tesszük a dolgunkat. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm, Péter, köszönöm.